Sziasztok, kedves nézőim! Kolumbiából indulva egy lopakodva közlekedő kábítószerszállító tengeralattjáró egy merüléssel akár 200 millió dollár, azaz 70 milliárd forint értékű rakományt is átcsempészhet Mexikóba vagy az Egyesült Államokba. A dél-amerikai ország már régóta globális kábítószer export központként van megjelölve a világ drogtérképén. A fővárosnak, Bogotának az északi részét a gazdagok telkei uralják. Az itteni kerületekben több tucat kiváló étterem és számos híres külföldi márka butikja található. A modern lakóparkok mély garázsokkal rendelkeznek, illetve gondozott parkok és kristálytiszta járdák veszik őket körül. A városnegyed bővelkedik a felső kategóriás autókban és a drága ékszerekben. Koldusok ide nem tehetik be a lábukat. A gazdagok negyedének határain túl viszont végtelenül szegény nyomornegyedek kezdődnek, amelyeket gyakran magas, szöges drótokkal megerősített téglakerítések vesznek körül. Buenaventurában, Kolumbia legnagyobb csendes óceáni kikötőjében a szegénység elképesztő méreteket öltött. Itt mindenki abból épít házat, amit talál, van, akinek pár tucat habtömbhöz volt szerencséje, de olyan is van, aki a 36 fokos hőségben egy rozsdás vaslemezekből épített menedék alatt húzódik meg. Az ablakokat mindenhol fényűző feleslegnek tekintik, ezért helyükön üres nyílások tátonganak. Itt egyértelmű mindenki számára, ha ezen a vidéken megterem a koka, sokan bizony hajlandóak lesznek vállalni a kockázatot, hogy kokaint állítsanak elő belőle, majd szétterítsék a végterméket szerte a világon. Buenaventurát a végtelen trópusi erdő veszi körül, amelyben egyetlen aszfaltút sincs. Ez a San Calaña Nemzeti Park területe, amely a bűnözők és a lázadók kedvenc búvóhelyének számít. A parkban csak úgynevezett eszteroszok találhatók, amelyek a dzsungel visszaállító artériái, és Kolumbia rejtett, természetalkotta drogkikötői is egyben. Az eszteroszok keskeny, kanyargós tengerszorosok, amelyek általában 15 kilométeres mélységig hatolnak be a trópusi erdőkbe. Ezeken a sekély patakokon szállítják a szükséges alapanyagokat a hajógyárakba, ahol kábítószerszállító hajókat építenek belőlük. A hajógyárak a dzsungel legmélyén találhatók. A kokaingyártó laboratóriumok általában közvetlen a hajógyárak mellett működnek. Az 1990-es évek elején a drogszállítók igyekeztek a leggyorsabbak lenni a vizen. 4 darab V8-as motort szereltek a szivar alakú halászhajóikra, azzal a reménnyel, hogy ezekkel elszökhetnek majd a rendőrség elől. A siker természetesen nagyon rövid életű volt, ugyanis a hatóságoknak mindig sikerült nagyobb motorral érkezniük értük a következő akció során. A hajók nagyjából fele ráadásul elfogás nélkül is elsüllyedt, a több tonás kokai szállítmányával együtt. Egy nyitott halászhajó sajnos nem képes ellenállni az óceánokon tomboló viharoknak. A találékony kolumbiaiak rövidesen elkezdtek víz alatti szállítási módszereket kidolgozni. A klasszikus kábítószerszállító tengeralattjáró egy félig víz alá merülni képes jármű, amelynek felső egynegyede mindig kint van a vízből. Az első ilyen típusú hajót még 1993-ban kobozták el a hatóságok. Azóta már több százal rúgott az ilyen típusú elfogott tengeralattjárónak a száma. Az alapjármű ugyanaz a nagysebességű halászhajó, amelyet régebben is használtak a csempészek. Kolumbiában az ilyen szerkezetű hajók széles körben elterjedtnek számítanak. A hajó oldalait megmagasították, a tetejükre pedig egy fedélzetet építettek fából. A legvégén egy motorteret alakítottak ki, ahová általában egy vagy két darab 250 lóerős Cummins vagy Yamaha márkájú dízelmotort szereltek be. A teljes szerkezet külsejét üvegszálas anyaggal borították be. A fedélzeten a gyantát erősen, durva technikával vitték fel, hogy kényelmes legyen rajta járni és bírja a terhelést ki- és berakodáskor. Mozgás közben a szürke vagy kék színű fedélzet gyakorlatilag láthatatlan a horizonton. Mindössze egy kissé kimagasló kabint lehet észrevenni a víz felett néhány ablakkal, amin keresztül néha látszik a kapitány feje. Pár cső szintén észrevehető, amelyek a legénység oxigénellátásához, a motor levegő áramlásához, valamint a kipufogó gáz kivezetéséhez szükségesek. A kb. 20 méter hosszú hajó több mint kétharmadát a raktér foglalja el. Egy ilyen típusú eszköz 5-12 tonna kokaint képes a fedélzetére venni, és akár 3000 kilométeres távolságot is képes megtenni 18-20 km/h sebességgel. Sokszor egy teljes sebességgel robogó hajó megállításához a hatóságoknak egy különleges műveletet kell megterveznie és végrehajtania. Kicsit viccesen néz ki, amikor a hatóság emberei kopogtatnak a műanyagnyíláson, de a rendőrség tudja a dolgát és egyáltalán nem viccel. A Malaga kolumbiai haditengerészeti bázison létrehoztak egy sajátos múzeumot, ahol számos, a parti őrség által régebben elkobzott tengeralattjárót állítottak ki. Csak a külsejét elnézve, nem mindenki tudja megkülönböztetni ezt a járművet egy valódi katonai tengeralattjárótól. Ha közelebb megyünk hozzá, akkor észrevehetjük a kiálló, durván megmunkált üvegszálas borítás egyenetlenségeit.
Ezt a hajót egy 346 lóerős Yamaha dízelmotor hajtotta, és a vízből kiemelkedő kipufogó csövének köszönhetően akár teljesen el is merülhetett. Leállított motorral a jármű 9 méteres mélységbe merülhetett maximum, ahol gyakorlatilag teljesen láthatatlanná vált, mind a vízfelszínről, mind pedig a levegőből nézve. A kabin nyílásán keresztül belépve a hajótestbe, először a kormányos helyén találjuk magunkat. A pilótafülke ablakai, kezelőszervei és gázkarja kifejezetten ehhez a tenger alatt járóhoz készültek. A fedélzet alatt a hajó törzsében egy légkompresszor, valamint sűrített levegős engerek kerültek beépítésre, amelyek a ballaszttartályok működtetésére szolgáltak. A fő ballaszttartályok a jármű orrában és a farában találhatók. Kicsit előrébb sétálva a fő raktérbe érkezünk. Itt, valamint a padlózat alatt a hajó teljes törzse mentén, legfeljebb 8 tonna kokain helyezhető el. A ballasztok mögött található a rádiós fülke. Számos hajórádió, egy GPS-es navigációs rendszer, monitorok és külső kamerákat irányító távirányítók találhatók itt. Az elektromos berendezések tápellátására a búvárhajó nem csak egy hagyományos generátorral és akkumulátorral rendelkezik, hanem egy autonóm dízelgenerátorral is fel van szerelve, amely arra az esetre szolgál, ha leállított motor mellett hosszabb ideig a víz alatt kell maradnia a tenger alatt járónak. A csempészek ezúttal a stílusos utazás mellett döntöttek. A rádiós fülkéje mögött van egy lakrész, ahol 4 darab, 1,5 méter hosszú fekvőhelyet építettek be, amelyek nem rövidebbek, mint a katonai tenger alatt járókon használt ágyak. A pricsek mögött található egy fürdőszoba WC-vel és mosdóval ellátva. A tervezők még a légkondicionálással sem spóroltak. Ha erről a szerkezetről beszélünk, ne felejtsük el azt, hogy a hajót egy dzsungel mélyén építették olyan anyagokból, amelyeket ott sikerült beszerezniük. A kiegészítő ballaszttartályok öblítőrendszere például PVC vízcsövekből van összeállítva. Az út során a csempészek a vízcsapok nyitásával és elzárásával szabályozták a ballasztokat. A nagy főtartályokat szintén PVC anyagból készült csatornacsöveken keresztül működtették. A strapabíró fedélzeti ház nyílásai közönséges anyagokkal, epoxigyanta és más tömítőanyaggal bevont üvegablakok. A tengeralattjárók nagyon összetett járművek, és nehéz elhinni, hogy otthoni módszerekkel, háztartási vízvezetékekből meg lehet őket építeni. Ismeretes azonban, hogy ezzel a tengeralattjáróval, amelynek megépítése körülbelül 2 millió dollárba került, a kartelnek 4 darab sikeres küldetést sikerült végrehajtania. A félig alámerülő ladik legénysége általában 4 főből állt. A kapitány tengeri navigációs képesítéssel rendelkezik, és ő felelős az irány megválasztásáért. Csak ő tudja, hol kell átvenni és hova kell elszállítani a rakományt. Az első tiszt a navigációban és a kormányzásban segít. A fedélzeti mérnök felelős a motor és a rendszerek üzemeltetéséért. A személyzet negyedik tagja pedig a rakományt figyeli folyamatosan. Úton Mexikó felé ez a 4 vakmerő ember több mint 10 napot tölt együtt ebben a sötét és füllett fémkalitkában. A legénység tagjai üzemanyagtartályokon alszanak, konzervet esznek, palackozott vizet isznak, és közülük általában csak a kapitánynak van lehetősége felegyenesedni. A kartel tagjai hősként tisztelik őket, megajándékozzák őket, imádkoznak értük, és felkészülnek a legrosszabbra. A törékeny hajó nem bírja a rossz időjárást, a nyílt óceánon könnyen el lehet vele tévedni, a kontinens közelében pedig könnyű zsákmányt jelentenek a parti őrség egységeinek. Mivel a hajó szerkezetének nagy része üvegszálból készült, a hajótestet szinte lehetetlen észlelni szonárokkal vagy radarokkal. A kábítószeres tenger alatt járók valóban teljesen láthatatlanok a horizont szintjén, a levegőből viszont jól észrevehetők, ezért a légijárőrök előtt szinte védtelennek számítanak. Ha a csempészeket elkapják a rendőrök, a kapitány kinyithat egy szelepet, amelyen át eláraszthatja a hajótestet vízzel. A tenger alatt járóval együtt a rakomány is elmerül, így a legénységgel együtt annak a bizonyítéka is eltűnik, hogy az eszközzel kábítószert szállítottak. Korábban ilyen esetekben a rendőrök kimentették a legénység tagjait, mintha csak egy közönséges vészhelyzet áldozatai lennének, majd elengedték őket, bűncselekményre utaló bizonyítékok hiányában. Az országban jelenleg törvény tiltja a házi tengeralattjárók és a félig alámerülni képes hajók építését, valamint üzemeltetését is. Akit most elkapnak egy tengeralattjáróban, azt a szemét a legveszélyesebb bűnözők között tartják számon. Egy félig alámerülő hajó megépítése 1 millió vagy még annál is több dollárjába kerülhet a drogkartelnek. Nyilvánvalóan egy ilyen egyszerű felépítésű tengeralattjáró nem kerülhet ennyibe. A pénz nagy részét arra költik, hogy a szükséges anyagokat elszállítsák a titkos hajógyárakba, a San Calanya természetvédelmi terület sűrű dzsungelébe. Minden apró csavar Buenaventurából vagy a közeli Kaliból származik. Az embereknek fizetni kell a munkáért és a titoktartásért is. A dzsungelben lévő titkos bázisokat emellett fegyveres biztonsági őrséggel is el kell látni, amely szolgáltatás szintén nincs így. Egy hajó 30-45 nap alatt készül el. A nagyhajógyárakban gyakran 3-4 csónakot is készítenek egyszerre. A tengeralattjáró tipikus útvonala a következő.
a Buenaventura öböl elhagyása után nyugatnak fordul, de kissé északnak tart, majd megkerülve a Galápagos-szigeteket Mexikó felé veszi az irányt. A parttól biztonságos távolságban megáll, a tenger alatt járó kis mennyiségben rakomány szállít a halászhajókra. Egy másik taktika az, hogy besurrannak a tenger alatt járóval a kikötőbe, és ott átrakják a kábítószert egy olyan hajóra, amely már átesett a vámvizsgálaton. Rendszerint a sikeres kirakodás után a tenger alatt járót elöntik vízzel. Nincs értelme ugyanis egy kábítószer szállítmány felfedezését kockáztatni a hajó hazaszállítása miatt. Előfordulnak azonban olyan esetek is jócskán, amikor egy tenger alatt járó több sikeres utat is végrehajt. Nehéz meghatározni a kábítószer szállító tenger alatt járók evolúcióját. Mindegyikük egyetlen példányban épült azokból az anyagokból, amelyeket a dzsungelben lévő hajógyárakba szállítottak a kártel tagjai. Mindegyik eszköz nagyon hasonlít egymásra, ugyanakkor nincs köztük két teljesen egyforma modell. A kábítószerkereskedők egy másik kreatív módszert is alkalmaznak a fehér halál csempészésére. A tonhalvadászok inspirálták őket, akik teljes sebességgel horgásznak, csolit vontatva maguk mögött. A hosszú felszerelés elvesztésének elkerülése érdekében a halászok egy rádióbóját is rögzítenek a damil másik végére. Minden bója egyedi kódolt jelet továbbít, hogy a matrózok pontosan megtalálhassák a saját felszerelésüket. Ez a rendszer adta az alapját a kábítószer-torpedó koncepciónak. A készülék másfél méter hosszú, üreges, henger alakú teste pedig színültig kokainnal van töltve. Ezen kívül van benne hely egy ballasztartálynak, amit a merüléshez vízzel töltenek fel, kiemeléskor pedig sűrített levegővel fújnak tele. Az automatikus vízszintes kormányok segítenek szabályozni a torpedó mozgását. Az eszközt egy több mint 200 méter hosszú kábelre erősítik, majd vontatják a halászhajó mögött. Ez általában ugyanaz a hajó, amely a tonhalra vadászik. Teljes sebességnél a készülék stabilizálódik a mélységben, és teljesen láthatatlanná válik, mind a vízfelszínről, mind pedig a levegőből. A kábítószer-torpedó vontatása egy összetett stratégiai művelet, három halászhajó részvételével. Az első hajó felderítési céllal előre megy. Veszélyt észlelve riasztja a másodikat, amely a készüléket vontatja. A második hajó legénysége a riasztás észlelése után egyszerűen leakasztja a kábelt. A leoldás után a feltöltött ballasztartályokkal alámerített torpedó egyszerűen elsüllyed és a fenékre zuhan. A torpedóhoz kezdettől fogva egy rádióbóját erősítettek, amelyet közönséges rönknek álcáztak. Ezt kettő darab csörlőkre tekercselt kábel támasztja meg. A vontató kötél meglazítása azt a jelet adja a csörlőknek, hogy engedjenek ki. Az adó segítségével a harmadik hajó képes lesz megtalálni a torpedót, felemelni a fedélzetre és folytatni annak vontatását. A kábítószer-torpedó kétségtelenül a kábítószerkereskedelem másik nagyon innovatív és fontos eszköze a tenger alatt járó mellett. Hiányosságai közül csak a vontatóhajó lelassulásakor tapasztalható lebegési hajlamot lehet kiemelni, de persze nagy hátránya még a kis kapacitása is. A torpedóba ugyanis mindössze 2 tonna kokain tölthető. A kockázatok csökkentését csak a bevetések számának növelése segítheti elő. Videónk itt véget ért, lájkold, ha érdekesnek találtad, és írj kommenteket is. Hamarosan ismét találkozunk. Addig is, sziasztok!